Milyen hangnemben játszana? Na. Az egyikben. Melyik kontinensen hallgatják ezt a műsort? Gödön. Melyiken nem? Kik vannak a mikrofon mögött? Úgy érted, kik vannak a mikrofon előtt. Guido Falvi Attila és Kandikó János. A nyerőpáros. Rockbarlang. Az Érdefem 101.3 kultműsora minden szerdán este 8 órától éjfélig. Hát sziasztok, jó estét! Hát ahogy szoktuk. Elég keményen belecsaptunk hát ebbe a lecsóba. Ahogy Gátai Zsolti barátom írta, nem rossz a kezdés. És a folytatás sem lesz akármi. Ajajajaj. Hiszen hát üdvözölhetjük a vendégeinket. Bizony, bizony. Itt van Attila is, és... Mirtinke! Magyarul, hogy mondják ezt a cikát? Várjál, már nem adtam föl direkt a hangodat, mert mondom, nézem a szájmozgást. Na? Magyarul is Mirtinke, de egyébként ő Mártika. Mártika, gondoltam, persze. Jó, jó. Szevasz Mártikám, üdvözlünk. Sziasztok. Na, a gyerekek, nagyon örülünk, úgyhogy messziről jöttetek? Hát csak Hortobályról, a puszta közepéről. A kilenc lyukuhíd mellől. Honnan, pontosan, hogy kilenc lyukuhíd aljáról. Most intézem, már tíz is most már. Na, a lényeg az, hogy örülünk, hogy itt vagytok, hiszen lesz miről beszélni, de arra gondoltunk, hogy mi lenne, előbb egy jó kis Kromerti zenével indulnánk. Jó, hogy megadjuk a hangulatot, jó? Oké? És nem is akármilyen szám. Hát figyelj! Hát, na, hát akkor fel is konferálhatod. Tessék, tudod. Igen, hát a Fénynek népe, ez az újjászületésünk egyik alapja, és egy csodálatos kombóban szól ez a dal. Kíváncsi vagyok, hogy ki ismeri fel a hangokat. Kik lesztek azok a vendégek, akik velem együtt éneklik ezt a dalt? Ja, akkor tulajdonképpen itt akkor teljes izé van, megfejtés van, ugye? Így van. Na, hány énekes van, de csak úgy létszámba. Öt. Öt, mert első négyet mutattál. Igen, de utána... utána rájött, hogy volt még egy. Oké, gyerekek, akkor ne is ragozzuk tovább, akkor egy kis zene. Zenet és zene. Kromerti, gyerekek, Fények. Fénynek népe! Megvédi hazáját, de a kesejűként törne ránk, én eltörném a szárnyát. Nekem itt a földem, Istenem, és te is itt vagy testvérem. Ide köt a múltam, és a jövőnkért azt kérdem. Kijön velem a harcba, hogyha elpattannak a húrok. Kivédi meg határainkat, ha jönnek a gonosz arcok. Ha elfogytak a józan érvek, a szívnek tudok hinni. A népem érted esküvet, én nem fogom megszegni.
olyanok zenészek, akiknek nem kell kottatartó. Az igen. Fejből játszanak. Nem. Majdnem. Kézből. Egy rádióműsor, ahol a zenészek szívből és meséből játszanak. Rock Barlang. Az Érdefem 101.3 kultműsora Vidófalvi Attilával és Kandikó Jánossal minden szerdán este 8 órától éjfélig. Ez belülről jön. De mennyire? A gyerekek, ez a nyerőpáros. Nem beszéltük meg, hogy mennyire. Ennyire. Nagyon. Na, a továbbra is gyerekek itt a Krómertéből, ugye itt van Attila, és Mártika? Márti? Márti, mondom, magyarul mondom, mert ez a... Mintike, vagy hogy? Márti, Mirtinke. Mirtinke. Jó. Igazából onnan jött a név, hogy édesapám hívott engem becézett gyerekkoromban Mirtinkének. Igen. És akkor így, mikor felnőtt lettem, és valami művész nevet kellett választani, akkor azt mondtam, hogy én Mirtinke vagyok. Jó, de ez illik is a népi hangszerekhez, amiket használsz. Bizony. Hát ugye a hegedű. Igen. Tényleg, igen. Akkor egy icsike picikét próbáljuk beavatni a hallgatókat. Bocsánat, Attilám, de azért hölgyeki az elsőség. Abszolút. Tudod? Úgyhogy akkor egy pár mondatban Mirtin, légy szíves, hogyha én nem akarok Mirtinkézni, mint Attika, Janika. Nincs Janika, Attika. Persze. Nem, maradjunk egyben, hogy kedves Mirtin, tulajdonképpen milyen hangszereket használsz? Jelen pillanatban a zenekarban szintizem meg hegedülők, egyébként népzenetanárként népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő, népi furúja. Az összes vonós? Az összes vonós. De bőgőt nem, bőgőt nem, bőgőt nem. De bőgőt is, bizony. Sőt, cselló szakon végzett, ha beleszóltak. Sőt, az első diplomám a zeneiskolai Gordonka tanár vagyok. És... Gyerekek, miről beszélünk? Meg vagyunk a komplet nagy zenekar. Hát ez, gratulálunk neked. És akkor innen jött a zongora tudásom, ugye mert kötelező volt zongorát tanulni, igen. És mikor a zenekart megalapítottuk, akkor szintisztem. Innen van a zongora tudásom. Tulajdonképpen itt a Krómertébe, akkor szintizél, ugye? Tehát szinti. Főleg, de, igen. De tudom, gondolom, zongora hangszín is van minden, ami kell. Hát igazából van néhány számunk, amiben van zongora hangszín, van néhány szám, ahol van nagy vonós hangszín, de alapvetően ilyen hemondos hangszínt használok, illetve hát ez van... már közel áll a igen, illetve jó. Van egy ilyen jumpoli a szintetizátorom. Mit csinálsz? Mondjad még egyszer? Ez egy hangszín szerintem. Ez egy hangszín, jó, igen, van. Ez egy ilyen kicsit már modernebb hangzás, úgyhogy ha olyan a szövegkörnyezet, meg olyan a zenei összetétel, akkor ezt a hangszínt használom, de vannak, amikor kifejezetten mondjuk kérik tőlem a zenésztársaim, hogy ide jobb lenne egy Hammond hangszín. Aha. Felváltva, úgy félig 50-50 arányban használom. A zenésztársak azok milyen szinten vannak zenei tudás szinten, hogy ők mit szeretnének? Tehát ők azért beleszólnak a hangszerelésbe? Vagy csak ötletet adnak, mert azért nem mindegy, hogy ad egy ötletet, vagy igen, azt, vagy azt mondja, hogy már pedig ilyenbe kell játszani. Figyelj, helyett jobb lenne, ha esetleg egy akármi, tudod? Vagy azért hagynak téged. Érvényesen, 100%-ban. Amit én szeretnék, tehát amikor elképzelődik a zene, hozza a gitárosunk Bajszi egy szöveget kísérettel, és akkor elkezdünk agyalogni rajta a basszusgitárossal, a basszusgitár dolgait, igen. A dobossal gémpeti a saját maga dobötleteit, én ugye megpróbálom megjegyezni az akkordmeneteket, és amiket úgy belehozogatok, esetleg kis apróbb belső szólamvezetéseket, igen. Ha tetszik nekik, akkor megtartjuk, ha nem tetszik... Akkor is nyomod, ez a lényeg. Így van. Tetszik, nem tetszik. Figyelj, neked kell, hogy tetszen, mert azért saját magadat kell, hogy adjad, érted? De igazából... Nekve bólogatnak, hogy... Így van. Hát azért van, amikor leszavazzuk, hogy na majd... Hallottad, de lányokat leszavazni? Hát ez hihetetlen. Gyerekek, május 1-e és felvonulás. Hát, csak olyankor nincs vacsora, de nincs. Nincs. Hát de az de helyzet... hozol élelmet magaddal, hogy persze, esetleg. Persze, de azért azt gondolom, hogy a négy fiúval nagyon könnyen tudok boldogulni. Igen? No. Igen. Jó, bírod. Hát figyeltek? Hát honnan van a három gyerek? Hát, a négy fiút. Na, ugye, ja. Gyerekek, zenetárs humor hangulat. Egy gyors kérdés, mondtad, hogy hegedűsz is. Igen. Ugye, nyakadon látszódik a...
megfejtés? Mert oda a hegedűsöknek mindig ott van a kis... Nem már látom. Nem a gyanta, hanem a tartás. Az én nyakamon nem látszik, mert én nem használok áttartót és válpárnát, aha, hanem én csak úgy natura hegedű testét ide felrakom a aha nyakamhoz, a csuklommal odaszorítom, én a népies vonalat képviselem, és elektromos hegedűn játszok egyébként a zenekarba, de azt is ugyanúgy teszem fel, mint egy sima akusztikus hangszert, úgyhogy nekem annyira nem látszik, sőt, egyáltalán nem látszik. Egy gyors kérdés, a hegedűnek a behangosítása, van külön egy kis mikrofon, vagy pedig nem odaállsz? Vagy pedig pikempel. Mivel elektromos hegedű, és igen? Van egy Korg, vagy egy Roland Juno D-i szintetizátorom, aminek van mikrofon bemenete, így aztán arra dugom rá a hegedűnek a... És akkor egy vonalon megy ki. És akkor egy vonalon így van. Profizmus van. Nagyon hát jó. Ez, hát a hangtechnikusok álm az ilyen. Kössetek rá még dobot is, meg minden, és meg vagyok egy csatornával. Persze. Így van. Na most akkor átevezünk akkor Attilához. Kovács Attila, ugye? Gyors kérdés, neked látszik a mikrofon tartás a kezedben? Igen, látszik. De olyan érdekes, csak gyors egy sztori, a munkahelyemen, ahol dolgozok, pontosan 2 hete majdnem levágódott a kezem így. Nem sok híje volt, tehát 1 másodpercen múlott. És műkész már? Vagy pedig ez és gondoltam is, ide tetováltatok majd egy vágás helyét, mert most már nem látszik, de vágás durva is volt. De nem, hát az, miért, mit csináltál? Volt egy gép, amit én csináltam meg, és a villanyszerelők pedig úgy csinálták meg, hogy 20 másodperc után kezd beindulni, és én magyaráztam, hogy hát itt van ez a... Szerintek a 20 másodperc? Igen, és azt nem figyeltek, hát... hogy 20 másodperc már vége. Szerencsétlen, látod? Úgyhogy fölnyíztél az égre, ó Istenem, igen, megmaradtak az ujjaim. Köszönöm a kollégáimnak, akik megnyomták a piros gombot, a leállító gombot, úgyhogy most már tudok integetni, meg fogni mikrofont. Nagyon jó. Különben, és Mártikát megsimogatni. Figyelj, Attila, most gyerekek, tényleg nem akarok itten csak ugyan mondjuk az újakról, eszemültod, mi most szombaton? Mikor voltunk Recsken? Múlt hét szombaton. Múlt hét szombaton voltunk Recsken. Tudod, a munkatábor, haláltábor megrázó volt, megmondom őszintén, és megnéztük, meghagyták Mementónak az egyik barakot, ahol, hát nem akarom, 50 ember egy akkora helyen, mint ez a stúdió, gondolj bele. És képzeld el, hogy úgy fűtötték, hogy volt egy darab kis ilyen plékája, érted, középen. És volt egy ember, akinek most a nevét nem akarom mondani, nagyon szimpatikus, mert mikor itt volt a rendszerváltás, 81-ben egy nagyon komoly emberke, azt képzeld el, hogy dehogy volt, hülye vagyok, 89-ben. Na, csak próbálom itten összehozni, és képzeld el, hogy elmesélte ott a polgármester, hogy oda kötötték az embert a kályához, kézzel, képzeld el, mind az összes ujja leégett. Képzeld el, hogy szóval az, hogy halál, csak most így mondjuk eszembe jutott, hogy mondtad, hogy a ujjaidat, hogy adja hálát a Jóistennek, hogy megmaradtak a jattosok, mert azért ez szóval, hát na mindegy, minden beszéljünk. Szóval minden percbe hálát igen, adok. Igen, szóval azért mondom, hogy vannak olyan dolgok, amire azt tudom mondani, hogy pú, atya, úristen, hogy miket meg nem tettek az emberek, igen, tudod? Szóval, na, a lényeg az, hogy annak örülünk, hogy itt vagytok, mi is. És a lényeg az, szerintem muzsikáljunk egyet, jó? Na, muzsikáljunk jó, de várjál, még miért még muzsikálnánk, akkor elmondhatnád, hogy tulajdonképpen kikének értek, ki volt az az 5 pont, aki adta a hangját az előző nótához, jó? Koroknai Álpi Kori, ő aha, a B-box. Igen. Énekes volt, most már a... Nem abban van. Na, ki tudja, találjátok ki, hogy miben van. Az oralban. Játékot igen indítunk. Igen. Jó, Rádúj Levi, uh-huh, Szkétiából, és Stula barátom, aha, igen, aki igen most a Zoom-enbe tolja, és a Stura Rockot is eszmetlen gyönyörű szép, és Varga Zsolti pedig vokálozik mellettünk. Hát egy a videó... Kerecsemből, ugye? Kerecsemből, így igen van, és így ennek klipje is van, úgyhogy meg is tudjátok nézni, ha a YouTube csatornánkra rákövettek, a Chrome RT oldalán, ott minden klipünket meg tudtok nézni, mm-hmm, meg tudnak nézni, akik... És ez a nóta, amiben így vagytok együttöten, ugye? Akkor légy szíves, mondd el a nóta címét, amit hallottunk az elején, ugye? A fénynek népe. A fénynek népe. Egy gyerekek, merjük a figyelmetekbe ajánlani. Ezt mindenféleképpen, ugye? Így van. Ez na, kötelező tananyag. Így van. Szerintem akkor most következik már is akkor egy
csodálatos nóta fog jönni, ugye? Igen, hát ez nem lesz keménykedős, de... Nem baj, figyelj, zenéről beszélünk, ennek ez a lényege. Ennek ez a legfontosabb, hogy tulajdonképpen azt, hogy rockbarlang, rockzene, de tudjuk nagyon jó, hogy a rockzene az egy eléggé széles spektrumot bemutató történet, és ami nagyon fontos, ez mindenkihez szól. Ez így van. Így van? Ezt mindenki vagy átéli, vagy átérte. Hát így van. Hát akkor szóljon tőletek, akkor és most. Hallanám újra a régi mesét, mit a tűz körül ülve apám mesélt, majd karjába vett, az égig dobott, hogy elkapjam azt a hulló csillagot. Nevettünk sokat, s vállára tett, úgy kergettük el a fellegeket, szemébe nézve a hold ragyogott. Jó volt gyerekként akkor és ott. Ó, ha visszahozhatnám a régi időket, újra elhívném a gyerekmeséket. Bár csak együtt ülnénk a tábor tűz körében, most érzem, mennyi szeretet volt jó apám szívében. Némán állok csak a parázs fölött, könycseppekben úszó emlékek között. Lelkem szikrája lobbantja lángra, ha rágondolok arra a nyárra. Bár hallanám újra a régi mesét, érezném vállamon erős kezét, nem adnám semmiért azt a napot. Jó volt gyerekként akkor és ott. Ó, ha visszahozhatnám a régi időket, újra elhinném a gyerekmeséket. Csak együtt ülnénk a tábor tűz körében, most érzem, mennyi szeretet volt jó apám szívében. Ó, ha visszahozhatnám a régi időket, újra elhinném a gyerekmeséket. Bár csak együtt tábor tűz körében, most érzem, mennyi szeretet volt jó apám szívében. Katedrális.
Aztán zene. Művház. Füstös klub. Barlang. Rock Barlang. Az Érdefem 101.3 kultműsora Vidófalvi Attilával és Kandikó Jánossal. Minden szerdán este 8 órától éjfélig. Ez életérzés. De mekkora jó nagy az is. Így van. Van. Hát sziasztok. Gyerekek, hát továbbra is ugye a Krómerki csapatból. Itt van Attila, és itt van Márti, ugye? Martinelli, vagy nem? Mirtinke. Mirtinke, jó van. Mirtinke. Mire vége ér a diplót, addigra megtanulod. Figyelj, be fogom írni magamnak, komolyan mondom, de maradjuk egyben nekem, hogy egyszerűen szépen, aranyos volt édesapád, mert hát ennyire nem lehet átkereszteni téged, de nekünk maradjunk. Nekem Márti, jó? Köszönöm. Oké, jó? Jó, rendben van. Jó, a nagy népeknek a köztudatába értünk el. Jó, maradjunk ennyiben. Na, a lényeg az most akkor egy kicsikét hosszabban beszélünk arról, hogy mikor alakult ez a csapat. Jó, Attilám, kezd el te, és akkor majd beszáll. Igen, 2004-ben, most 20 éves a zenekar. Szinte minap. Hú, bizony. És most ebben az évben ugye úgy is készülünk mindenféle koncertünkre, hogy ez ilyen ünnepélyes történet legyen. Ez is nekünk megtiszteltetés, hogy egyáltalán itt vagyunk most, és veled beszélhetünk, veletek beszélgethetünk. Így jó, bizony. Készülünk az 5. nagylemezünkre, úgyhogy ezért egy kicsit visszább is fogtuk a koncertezés menetét, viszont egy nagyon jó program lesz október 5-én, a Hortobágyi Madárkórház 25 éves jubilemi megalakulásának jubilemi évére a Krómerti zenekart elhívták oda, hogy ott tartsunk egy koncertet. Ez madárreptetés is? Igen. Mert anélkül... Az biztos, hogy lesz. Az nem is maradhat. Az nem maradhat el. Igen. És akkor október 26-án pedig Dunaszerdahelyre fogunk menni. Az is egy csodálatos élmény lesz, gyanítom, nem csak nekünk, hanem akik ott bennünket látni fognak, reménykedünk benne, hogy így van. Hát az már felvidék, úgyhogy ott nagyon szeretik a ungari sebíri csapatot, tehát azért ez egy óriási dolog lesz. Igen. Mikor lesz? Október 26-án. És novemberben, viszont még pontos dátumot nem tudunk, de novemberben ülnénk meg azt a megtisztelő évet, hogy 20 évet megélhettünk így együtt, úgyhogy Krómerti 20 és Bajszi 50, mert drága gitárosunk, aranykezű gitárosunk 50 éves, és ez egy ilyen nagy bulival szeretnénk lezárni. Ez majd Balmazújvároson lesz, ha Isten is úgy akarja, művelődési házba, hogy minél többen beférjünk. És a többi meg majd alakul, mert decemberben ugye, tehát készülődünk a nagy lemezre, készülünk, és hogy a stúdió munkálatok meg az anyag hogy fog összeállni, de az idén az már nem lesz, csak majd jövőre fogjuk kiadni. Az év elején. Múlik, gumi nyúlik, érted, hála Istennek, a zene az mindig is időszerű, bármikor, ez a lényeg. Az igaz. Hát adja jó, hogy jövő év is van. Így van, Janikám? Hát így van, nagyon jól mondod. Láttam, akartál valamit kérdezni. Nem csak éppen azt írta egy hajdúszoboszlói ismerős, hogy itt van újra adásban, és hallgat titeket, mert nagyon kedvel, és ismeri a zenekart. Üdvözöljük természetesen. Üdvözöljük, és reméljük, fogunk ott is szoboszlómai találkozni. Rendszeresen szoktunk a Rock Caféba fellépni. A dátumok az még mindig ugye képlékeny, hogy most akkor mikor jön össze nekünk is. Csodálatos egy hely, az biztos. Hát nekem mondod, ha minden jól megy, jó Isten megsegít, akkor december 21-én szombaton, kérlek szépen, a Rock Caféba, a Beton 4 zenekarral együtt, Parincsán Laci és a zenekarával. Nem akarom ragozni, ez Gidó és a Fáraó. Tehát együtt egy hatalmas bál, karácsony előtti bírcsap, csak ugye a szoboszlóról jutott eszembe. Előtt egy kis úszoda, tudod, kis zacskó. Ez mindig csak a zenészeknek, vagy a technikusoknak ez sajnos nem egy működik. Egy kis zacskó lengetés a forró vízbe, úgy csak este meg bál az operában. Csak hogy most mondtad. Akkor találkozunk gyanítan. Persze, hát azért mondom, ilyen szép dolgok előtt állunk. Az igazság az, hogy 20 év. Azért az egy nagyon szép dolog. Gyönyörű, így van. Tulajdonképpen mióta vagy a zenekarban? Hát 20 éve. Hát mondjuk ez egy jó kérdés volt. Hogy tudta, és tudja? Mi együtt alakítottuk igazából ezt a zenekart Mártikával, és utána szépen épült felfele, és most azt mondom, hogy most
a lege, mindenkinek megvolt a helye, hozzátett a zenekar épüléséhez, de most az utolsó 10 évben összeállt csapattal, a dobosunkkal, Game Petivel, Dobi Attilával, a basszusgitárosunkkal, Bajszival, a gitárosunkkal, így kerek. Annyira jók vagyunk 10 éve, hogy szerintem ez még 100 évig is eltart. Annyira együtt vagytok, hogy tulajdonképpen még van előttetek egy jó pár évtized. Van még, reménykedjünk. Hát fiatalok vagytok, gyerekek, még van esélyetek. Hát így. Nem, Jani? Így van. Így van. Ennyi idős lennék, hát mondjuk egy évet ráhúztam, de, hát... de ettől szép az élet. Na hát a legfontosabb, tulajdonképpen nézom az időürgenszet, úgyhogy még van idő. Van idő. Úgyhogy mesélhetni, hogy erről a lemezedről, hogy hány dal fog rá kerülni? Mi a tervezet? Az új lemezről. Az én elképzelésem mindig az, nem tudom, a 11-es az nekem a szerencse számom, hogy 11 szám biztos, hogy lesz rajta. Lesznek olyan bónusznóták is, amik már megjelentek az interneten, fent van például a YouTube-on videóklipben, például Géci Erikával. Van egy közös, vagy egy dalunk, egy Kromerti dal, ő meghívott, nagyon megtisztelő volt az ő jubileumi koncertjére, és azt mondta, hogy ő a Velem a barátom című dalunkat szeretné elénekelni, velem, tehát Kromerti dalt énekeltünk ott, és ezt a duettet, ezt is fel fogjuk rakni, és van még ezen kívül egy közös videoklipünk Géci Erikával, akkor nem is tudom, na mindegy, tehát rakunk rá olyan dolgokat, ami nincsen, még nem jelent meg hanghordozom. Például Osztás Sándor művész úr, Isten nyugosztalja, és nagyon szép emlékeket ápolva beszélek most erről. Másodikán volt a születésnapja, és mi amikor összetalálkoztunk, nagyon megszerette Kromertét, és megkért bennünket, hogy mi csináljunk neki egy a Rózsa Sándor Legenda című dalhoz egy finálé dalt, és mi megcsináltuk azt a dalt, és utána olyan jó barátságban, tényleg szeretetbe kommunikáltunk egymással, vagy találkoztunk is egy csomószor, hogy ő verselt is Kromertét, nagyon több verset, és hát a Isten nyugosztalja halála után viszont a lányával, Loszter Alexandrával is nagyon jó barátságot ápoltunk, és most úgy néz ki, hogy lesz egy közös projektünk Alexandrával, és Rózsa Sándor lánya. És akkor tulajdonképpen rosszul mondtad, hogy ápoltunk. Tehát ápoltok a mai napig. Ápoltok, abszolút, így van, bocsánat. Figyeltem itt van a... Köszönöm, nem, hogy hogyan ragozott. Köszönöm, hogy figyelsz. Igen, sokat tudok tévedni, sajnos. Nem baj, hát figyelj, az egész élet egy tévedés, tudom, csak hát nem mindegy, hogy merre. Ja. Ez a lényeg. Tehát visszatérve mondtad, hogy tehát ápoljátok ezt a mondhatni kapcsolatot. Így van. És hála Istennek, akkor itt még lesznek, akkor tehát ilyen közös lesznek, dolgok. Lesznek, abszolút. Na, hát de jó Isten, nagyon hozzá erőt, hangot, és egészséget, mert ez igen, az a legfontosabb. Így van? Így van, ahogy nagyon szépen. Gyerekek, vidámság, erő és rock'n'roll, ez a lényeg. A gyerekek, ahogy elnézem a időürgenszet, szerintem akkor el kellene búcsúzni tőlünk. Hát Mártika drága, Mirtinke vagy, hogy ugye, úgy szépen mondtad? Mondtam? Mirtinke, jó. Egyébként, ahogy szeretnéd. Én nekem, Mártika, maradjunk annyiba, jó? Úgyhogy ez a lényeges, jó? Mondjad, Attilám, hangosan, nyugodtan, mert az itt figyelj. Igen. Élőbe vagy, érted? Az utolsó dal, ami meg fog szólalni a Kromertétől, az Úgy éj. Bizony. Ez olyan élet ösztöni erőt adott egyik barátunknak, aki olyan karomból szenvedett, hogy majdnem ott hagyta az életét az út szélén, és ez neki nagyon nagy erőt adott. Ez csak mindig, amikor meglátjuk, hogy ott van a színpad előtt, Vajna Zoli barátunk, hát látjuk a szemében, hogy ez neki, ez mekkora ez a dal, és ráadásul ennek a dalnak a szövegét Tököli Vajk, erdélyi költő barátunk írta, úgyhogy ez is nekünk megtiszteltetés, és hát remélem, hogy fogunk még találkozni valahol, valamikor is hallattok majd rólunk. Hál' Istennek most Kromertének a honlapja is szépen alakul, a kromerté.hu oldalon is utána tudtok nézni. Ez egy fontos dolog volt, mint hogyha megkérdeztek. Így van, ahogy az elérhetőségeket. Hogy hol lehet elérni benneteket. Így van, és a YouTube-on. Hát a Facebook az meg állandóan. Az megbírodik. Hát fel kell iratkozni a Kromerté zenekar hivatalos YouTube oldalára, és akkor mindent Istenem, napra tessék, készen. Látod, hiába nők odafigyelnek a dolgokra. Hát napra kész információkkal lehet gazdagodni, illetve a Facebookon a közösségi oldal van egy Kromerek csoport, ahol lehet beszélgetni egymással. Igen? Így van, úgyhogy lehet csatlakozni hozzá bárki, nyilvános egyébként.
Úgyhogy minden érdeklődőt, aki esetleg most először hallott bennünket, várunk szívesen, nézzétek a honlapunkat, kromert.hu. Ott mindent megtudnak, így van? Ott minden, illetve a honlapunk folyamatos fejlesztés alatt áll, és mindig rakunk fel valami új információt, illetve ott jelennek meg először a következő koncertinformációk, ugye ez az egyik legfontosabb dolog. Így van. A YouTube csatornákra iratkozzatok fel, illetve a Facebook oldalon keressetek bennünket. Hát gyerekek, mindent tudtok, most már mi is tudunk, és a kedves hallgatók is tudnak most már mindent. Ahogy így mondod, van? Így is van. Hát gyerekek, szeretnék megköszönni, hogy eljöttetek. Jó, a 9 lukú hídat intézem, hogy legyen most már 10 is, úgyhogy intéztem a fúró brigádra. Úgyhogy mindegy, tényleg van ott biztonképpen, hogyha már híd ott van, tehát van valami kis tócsa. Tócsa? Igen. Van, abszolút lehet pecázni is, aha, mert úszkálni nem. Egyébként fürdő is alakú Hortobágyán. Gyerekkoromban volt egy 5 méteres egy fúrott kút, ja, nem, és 60 fokos víz volt benne. Úgyhogy, nem mondod. Esküszöm. Át, és abban most csináltak, igen, egy nagy fürdőt, de az még mindig nem nyitott meg sajnos, de reménykedem benne, hogy előbb-utóbb majd fürdő is lesz. A lényeg az, hogy a fürdőnek is egy reklámot adtunk. Így van. Jó van. Hát gyerekek, Mártika, Mirtinke, köszönjük szépen néked, Attilám, neked is köszönjük, hogy eljöttetek, és maradjunk annyiba, hogy nagyon sok sikert akkor a Kromertének, és az egész zenekart üdvözeljük innen a stúdióban, pontosan. Hálás szívem, köszönjük mi is. Akkor mi búcsúzunk tőletek akkor azon a nótában, hogy úgy élj, Kromerté. Rendben van, jó? Isten áldjon veletek, egy jó utat. Sziasztok! Ciao! Egy ajtó mögött van a sorsod.